Berobbant a valódi nyár. A hét folyamán délutánonként akár 37, néhol 38 fokot is mutathatnak a hőmérők. Köszöntöm Önöket az M1-en, jó reggelt kívánok, Hörhica Adrián vagyok. A Balaton vízébe helyezett hőmérő a hétvégén már 21 fokot mutatott. A folytatásban várhatóan tovább melegszenek álló vizeink. Nagyon szépen köszönjük a balatoni hangulatképeket kedves nézőnknek, Magas Anitának. Itt a Kárpát-medencében ma változik a légmozgás iránya. A tegnapi északnyugati áramlás holnapra már délire, délnyugatira fordul. A déli szelek gondoskodnak a folytatásban az enyhülésről. Ha Európára tekintünk, láthatjuk, hogy mindössze tőlünk északnyugatra alakul, 20 fok körül, néhol 20 fok alatt a hőmérséklet. Annak ellenére, hogy Görögországban már napokkal ezelőtt tetőzött a hőség, ott ma délután is 35 fok körüli értéket mutatnak a hőmérők. Itt a Kárpát-medencében 24 és 32 fok közé melegszik a levegő. Eközben a ragyogó, szikrázó napsütés kerül előtérbe. A napsugarak útjába csak kevés gomoly és fátyol felhő kerülhet. Mindössze északkeleten, például a Kárpátok vonulata mentén törnek a magasba a gomoly felhők. Így itt egy-két helyen futó záporok is kialakulhatnak. De nem kizárt, hogy délután az Alpok alján is megdördelhet az ég, és egy-egy zivatar cella a Dunántúrra is besodródhat. A mai nap folyamán a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A folytatásban már élénk, sőt erős széllökéseket is tapasztalhatunk, de a légmozgás jelen esetben kellemesebbé teheti a levegőt, hiszen délutánonként a hőmérséklet 35-36 fok is lehet. A melegedés egészen a hétvégéig egyáltalán nem torpan meg. Akkor egy frontrendszer miatt megnő a csapadék esélye, és szombatra átlagosan 4-5 fokkal visszaesik a hőmérséklet. De addig akár trópusi éjszakáink is lehetnek, amely azt jelenti, hogy még a leghűvösebb percekben sem süllyed 20 fok alá a hőmérséklet. Már javában tombol a nyár, és vele együtt a levendula szezon is. Az országban egyre több helyen találunk úgynevezett szedd magad levendula mezőket. Egy a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem által közzétett friss térkép szerint határon innen és túl már több mint 250 helyszínen gyűjthetünk magunknak ebből a nagyszerű dísz, fűszer és gyógynövényből. A legismertebbek kétségtelenül a Tihanyi-félsziget lila színben pompázó ültetvényei, ahol június végéig tart a fesztivál. És hogy miért érdemes szüretelni? Amellett, hogy egy nagyszerű családi program lehet, a levendulát számos módon hasznosíthatjuk. Bevethetjük a molyok, szúnyogok ellen. Illóolaja nyugtató, fertőtlenítő hatású, sőt a növényt, a virágokat, a leveleket és a szárat a konyhában is felhasználhatjuk. Tehetjük süteményekbe, de érdemes kipróbálni, különösen a nagy melegben a hűsítő levendulás szörpöt is. Én most köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!